Végrehajat mostam. De meg kell csinálni, mert bármi történhet most már a 36. héttől. Borzalmas éjszakám volt. Én ugye anyukámmal fogok szülni. Hát meg mikor válaszol az ember egyébként új gardrób bútort, ha nem a 38. héten? Ő lenne egyébként a szóban forgó szekrény, amint most töviről hegyre ki kell pakolnom. Szóval, hogy el kell kezdenem bízni nem csak magamban, hanem benne is. Bármi, amit én mondok, azt tudjátok, hogy abból az aspektusból történik, hogy egyedül vagyok. Szóval. Sziasztok kismamik, leendők, vagy bárki, aki azért van itt, mert kíváncsi a témára, vagy érdeklődik irántam, irántunk, egyáltalán. A babavárás iránt. Na, egy kicsit nehezen indul ez a videó, ne haragudjatok, van némi presszió rajtam, ugyanis perceken belül meg fog érkezni a családom értem, és elindulunk az utolsó nagy utunkra, még így a gyerkőc érkezése előtt. Úgyhogy ha belecsöngetnek, akkor az gyakorlatilag a videó végét is jelenti, de nem is baj, mert hogy arra gondoltam, hogy ez a videó, ez most arról szólna, hogy lelkileg, szellemileg és testileg hogyan készülök a szülésre. Gyakorlatilag napra pontosan 2 hét választ el attól, hogy a hivatalosan kiírt dátum szerint világra jöjjön a kislányom. Nincs mellettem egy segítő társ, egy férfi, egy lelki társ, aki nap mint nap leül este velem a kanapén, átbeszéljük, hogy én hol tartok lelkileg, milyen folyamatok mennek keresztül bennem, és mik az én gondolataim. És nem tanácsolok, hanem azt szeretném elmondani nektek, ahogy én gondolkozom, hogy ha valakit ez érdekel, akkor tudjatok belőle merítkezni, vagy egyszerűen hát, ha bennetek is valamiféle gondolatot elindít, és igazából tényleg csak ennyiről van szó. Viszont rengeteg érzésem és gondolatom kavarog a szülés körül, és szerintem ezzel nagyon sokan vagyunk így, úgyhogy az a tervem, hogy az elkövetkezendő 2 hétben én megosztom veletek azt, amilyen fázisban éppen járok, amilyen gondolataim vannak, és akkor ebből összevágok nektek egy videót. De az első és legfontosabb az az, hogy ott kezdeném, hogy végre hajat mostam. Meg egy kicsit rendbe is tettem magam, mert most már azért gyanús volt, hogy olyan sok szép fiatal lány, mondjuk néha túlzásban vittem, kicsit kivakolva jelentkezik itt nektek a YouTube-on, én meg itt a természetes kis nevető ráncaimmal próbálok titeket meggyőzni a helyzet jóságára. Hát mondom, ez tarthatatlan. De ezen egyébként az is segít, hogy tényleg megyünk el nem sokára, úgyhogy valami emberi formát szerettem volna ölteni, mert borzalmas éjszakám volt. Tehát hazajöttünk, épp a kereszt anyukámjukat látogattuk meg, valószínűleg ők is utolsó alkalommal láttak így egyben engem, minket, bocsánat, minket, és elfáradtam, ami nem segít az az iszonyatos fronthatás, amit most így 20-20 augusztusában van szerencsém, illetve szerencsénk átélni nekünk kismamáknak. Én nem vagyok egyébként egy kifejezetten frontérzékeny, de azért az egy természetes velejárója az állapotnak, hogy megérzi az ember. Például nehezebben kap levegőt, de ezt már sokszor mondtam nektek. Illetve nekem például azok a tüneteim, hogy elkezdtek dagadni a végtagjaim, iszonyatosan zsibbadnak az ujjaim. Éjszaka is volt, hogy arra keltem, hogy alig bírom behajlítani és ökölbe szorítani, és ugyanez igaz a lábamra is, hogy olyan, mintha ilyen kis tappancsocskákon járnék. Most már én is elkezdtem többször kimenni a toaletre éjszakánként. Úgyhogy nem mondom, hogy mi éjszakán van, milyen alvós éjszakáim vannak, inkább azt mondanám, hogy tartalmasak. Mindig történik valami. És a másik az, hogy valahogy ő is olyan kis eleven volt, és egyszerűen el kellett kezdenem arra szugerálni, hogy jaj, ne, még ne, még nincs itt az ideje, én még nem vagyok erre felkészülve. Én szerintem érzem az első fájásokat. De, vagy mély összehúzódásokat. De ez is egy nagyon bizonytalan tényező. Én annyi mindenkitől kérdeztem azt, hogy milyen az, amikor azt érzed, hogy van egy ilyen jóslófájás, mély összehúzódás, és mindenki azt mondja, hogy olyan, mint amikor mondjuk menstruáció közeleg, vagy a menstruáció első 2 napja, vagy az alhasat fáj, vagy a derekat fáj, esetenként egy kicsit ilyen olyan görcs, mintha hasmenésed lenne,
Illetve az orvosom mondta, hogy olyankor azért így keményre befeszül a has, tehát nem az van, hogy itt puha, ott kemény, ott puha, ott kemény, hanem hogy az egész egy ilyen nagy gömbölyű görögdínje lesz. És valahogy ráflesseltem erre a dologra, és elfogott egyfajta rettegés. De vissza akkor a történet elejére, szóval, hogy hogyan készülök a szülésre testben, fejben, lélekben. Gyakorlatilag, őszinte leszek hozzátok, nekem az egyik legnagyobb félelmem a szülés. Tényleg. Tehát én azt hiszem, hogy lelkileg nagyon-nagyon sok mindent kibírok, testileg is sok mindent kiszoktam bírni, bár nagyon tudok szentségelni, amikor például az asztal lábába belerúgok, és fáj a kis ujjam. Tehát én mindig ilyenekhez viszonyítom, hogyha azt egyre nehezen tolerálom, akkor azért egy standard, bizonytalan ideig tartó fájdalmat hogyan fogok tudni tolerálni. De ilyenkor mindig megnyugtat a környezetem, főleg anyukám, az orvosom, a barátnőim, hogy olyanra érdemes gondolni, mint például, hogy tudod, hogy mi a vége, hogy tudod, hogy miért csinálod, illetve kiért. És akkor én ezért döntöttem úgy, hogy egy olyan eszközhöz fordulok, amit korábban is próbáltam gyakorolni, kisebb-nagyobb sikerrel, ez pedig a meditáció. Eleinte szerintem nagyon-nagyon jól ment, szerintem sok esetben az lendített át a mélypontokom. Hogy testileg hogyan készülök, az pedig jelenleg ott tart, úgysehogy. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy ugye sokféle tanács létezik, és szerintem mindenki maga fogja eldönteni, hogy éppen mire van szüksége, mit szeretne csinálni. Én nem mentem el intim tornára, én nem kezdtem el a gátat különböző olajokkal masszírozni és kenegetni. Amit elkezdtem, az a málna levél tea, hogy megindítja a tágulás folyamatát, és könnyebb lesz. Úgyhogy a teákat meg szeretem, tényleg finom, jó íze van, lehet ízesíteni, úgyhogy ennyit kezdtem el most. Szerintem az ember az ismeretlentől mindig fél. Pont egy barátnőmmel beszéltük azt, hogy olyan jó lenne, hogyha a szülésnek az érzete az így be lenne táplálva az agyunkba, hogy tudnánk, hogy milyen ez a fájdalom. Mert okosak vagyunk, amikor azt mondod, hogy nem nyúlsz a tűzbe, mert tudod, hogy milyen, ha megégsz. De egyszer először bele kellett ahhoz nyúlnod, hogy tudd, hogy milyen, amikor megégsz. Na és akkor én nem folytatom. És akkor ezzel a csodálatos kandikamerás felvétellel szeretném elválasztani az egyes napukat. Ezt a lesi felvételt egyébként vagy az anyukám, vagy az apukám készítette rólam egyik alkalommal, amikor kipurcanva, kidőlve feküdtem náluk, úgyhogy nevessetek egy nagyot velem és velük együtt ti is. Itt van mögöttem már egy adag kimosott, kivasolt ruhanemű, van benne sima ilyen kis rohangálós, van benne pizsama is. A készülődésem egyik fázisa az, hogy ugye elkezdem összerakni a várandó szütyimet. Ezzel érdekes módon nagyon lassan haladok, és aki esetleg Instán látta már, hogy mit művelek, az tudja rólam, hogy Sziszi barátnő már nagyon-nagyon-nagyon régóta rágja a fülemet, hogy ne meg kell csinálni, mert bármi történhet most már a 36. héttől. Érdekes, hogy én ebben olyan kis komótosan haladok, de azt hallottam például, hogy egy nő a szülése előtti napon áthatja az egész lényét, ez az igazi fészekrakó effektus, elkezd takarítani, rendet rakni, még nagy mosást csinálni, még a függönyt kipucolni, még az ablakokat letisztítani, és hogy nyugodt vagyok, hogy amíg én ezt így magamon nem érzem, addig nagy baj nincsen, az agyam tudja, hogy ezt el kell intézni, és természetesen én is úgy fejbe készülök rá, mi mindenre lesz még majd most szükségem, de hát kicsit úgy lassabban haladok vele, de a folyamat elkezdve, meg amúgy minden cuccom megvan hozzá, most ha csak tényleg be kell pakolni egy táskába. De azért megmutatom nektek, hogy a kis csajszi ruháit is azért már itt készítgettem elő, most éppen a rózsaszín szettek kerültek kimosásra, kitisztításra, a háttérben, hogyha halljátok a mosógép hangját, akkor az éppen a fehér szettekről szól, úgyhogy haladok apránként. Illetve hát például az mondjuk egy érdekes dolog, hogy ugye azt lehet, hogy tudjátok, vagy lehet rólam tudni, hogy én ugye anyukámmal fogok szülni. Sokan ugye a párkapcsolatban, akik élnek, ők általában a gyermek apját viszik be a szülőszobára. Ha az a férfi egyébként ezt szeretné, és vegyik rá, mert nem minden férfi kíváncsi az ott zajló eseményekre érthető módon. Hát azért vannak gondolom hangok, szagok, szituációk, ami nem biztos, hogy mindenkinek könnyen emészthető, viszont akinek például nincsen apuka mellette, vele,
De attól függetlenül, ha van, akkor is lehet olyat, hogy a barátnő megy be vele, az anyuka megy be vele, vagy vannak olyan nők, akik ezt a helyzetet egyedül szeretnék végigcsinálni. Hát mi megbeszéltük anyukámmal, hogy én azért szeretném, hogyha ő bejönne velem, mert ugye egy ismeretlen helyzettől mindig mindenki fél egy kicsit. Nekem ugye teljesen testidegen ez a környezet, ez a közeg, ő legalább már tudja, hogy ez mit jelent, mert egyszer átélte, illetve kétszer, bocsánat, kétszer, így, mert a másik már négy lett volna. És akkor én arra kértem, hogy ő jöjjön be velem, aminek amúgy ő kifejezetten örül, de azért ez se egy könnyű szituáció. A szülésznőm például azt mondta, hogy azért egy szülőnővel, hogyha az anyukája van bent, akkor az a nő újra gyerekké válik. Egy picit hisztisebb lesz, egy picit nyűgösebb, egy picit többet enged meg magának, pedig anya nem tud helyette szülni, és nem biztos, hogy ez a legjobb választás, de nem ítélkezett, és teljesen megérti az én helyzetemet is, hanem inkább egy észrevétel a részéről. De mi beszéltünk erről anyukámmal korábban egyébként, hogy simán benne van a pakliban az, hogy én egyedül szeretném ezt megcsinálni, mert ideges leszek, mert feszült leszek, mert mondjuk érzem magamon azt, hogy igen, átmegyek valóban gyerekké, az ő gyerekévé, holott ott nekem aztán most már igazán nagyon tudatosan felnőtt nőként kell viselkednem, hiszen az ő jelenlétében tényleg én náluk mindig gyerek vagyok. És szerintem nagyon fontos, hogy erről beszéljünk. Azzal is, aki bejön velünk, hogy ez nem anya, hanem apa, ha nem apa, hanem a barátnő, teljesen mindegy, bárkivel meg kell érteni azt, hogy az ott akkor nem róla szól, hanem rólam szól. Viszont én nagyon örülök neki, hogy anyuval iszonyatosan jól működünk együtt az elmúlt időszakban. Ugye ő is mondta nekem a minap, hogy azért én egy nagyon, nagyon karakánul viselkedő csajszi voltam egész életemben, aki sok mindent maga szeretett intézni. Ezek így mostanában tudatosulnak bennem, hogy valószínűleg én ezt az egyedülállóságot is azért tudom ennyire jól viselni, mert bármennyire is vágyom egy párkapcsolatra, bármennyire is vágyom a szerelembe, és szeretnék szeretve lenni, valahogy tudom magamról, hogy képes ők helytállni az adott szituációban, és megcsinálni, valószínűleg mert az egész hozzáállásom a világ dolgaihoz bennem így alakult ki, és így építettem fel magamban. Sohasem egy 100%-ig függő viszony, bármilyen értelemben függő viszony alapján. Szülő, férfi, stb. Munka, tök mindegy. Amúgy nem vagyok ideges, inkább csak olyan jó értelemben vett türelmetlenség van rajtam, hogy úgy, hát szeretnék már túl lenni rajta, de azért szeretnék túl lenni rajta, hogy már karomba foghassam, hogy már láthassam, hogy már induljon, már nem induljon el ez az új élet, mert annyira akarom tudni, hogy milyen. 9 hónap valamilyen formában rövid, és 9 hónap irgalmatlanul hosszú is tud lenni ebben az esetben. De amikor tényleg azt tudod, hogy most már itt a vég, tehát amikor látod magad előtt a célt, ott van az a zászló, az a szalag keresztül húzva, és neked tényleg csak át kell szakítanod, és már ólom nehezek a lábaid, és még mindig cipeled, na, ez ilyen állapot, hogy csak még egyet lép. Úgyhogy, hát így vagyok. Így vagyok most. Hát meg mikor válaszol az ember egyébként új gardrób bútort, ha nem a 38. héten, úgyhogy mi most megbeszéltük anyukámmal, hogy akkor mi most elmegyünk válogatni, vásárolgatni, mert ez teljesen ideális időpont ahhoz, hogy egyébként akkor kiszelektáljam a mostanit, és kapjon egy újat. Mert hogy az történt, hogy kiderült, hogy nem voltam tényleg elég az a néhány polc, amit én kitaláltam a kis csajszínak, rengeteg holmia van, tehát egy kicsit újra kell terveznem az életünket, meg a rendszert, ami körülöttem is van, és akkor úgy gondoltam, hogy jó, akkor még most, mert ha már itt lesz, akkor viszont nem lesz alkalmas egyetlen egy időpont arra, hogy szereljünk, fúrjunk, faragjunk. Úgyhogy most elmegyünk bútort választani anyuval, mert miért ne? Nagyon sokan meg vannak lepődve, hogy én még így a 38. héten például vezetek. De hogy hál' Istennek tényleg, mivel szerencsés vagyok, és egy nagyon-nagyon nagyszerű várandóságom van, és semmi problémám nincsen, ezért én bátran bemerek ülni az autóba, természetesen nagyon figyelek a biztonságra, sokkal óvatosabban vezetek, mint korábban, de nincsen fájdalmam, rövid utakat megyek azért, tehát nem kényelmetlen, nem érzem magam rosszul. Ki van már rakva hátulra a Baby on Board matrica, ami bár sok autósnak semmit nem jelent, engem némiképp megnyugtat, hogy legalább ott van a hát, ha észreveszik, hogy azért autókázok ilyen lassan és kényelmesen az utakon, mert hogy ilyen kedvem van és megtehetem, és ha akarnak, kerüljenek ki a másik sávba. Nagyon anci, mi megindulunk. Itt vagyunk a gardrób szekrények rengetegében.
anyuka, és válogatunk, variálunk, hogy a kis csajszínek és nekem mi mindenre lesz majd szükségünk, most éppen megpróbáljuk összerakni. Azt ne vegyem le, ugye most itt hivatalosan látszik is, hogy nehogy levegyem, de terhes kismamaként már levegőt is adott kapok, elnézik nekem. Na, úgyhogy csak ennyit be akartam gyorsan jelentkezni, hogy akkor nagy bizniszben vagyunk. Örülsz, anyu? Várod már az uncsit, anyu? Nagyon várja. Hát igazán, de most már tépkedjük a cetlit, nem? Gyakorlatilag bármikor érkezhet. Mindenki ezzel riogan. Na, megyünk, intézkedünk tovább, csók. Na akkor ezzel mi meg is vagyunk, ez csak az apró rendelés leadva. Ő lenne egyébként a szóban forgó szekrény, amint most töviről hegyre ki kell pakolnom. Mondjuk egyetlen egy óriási szerencsém van, hogy néhány holmi gyakorlatilag csak azért van itt elszórva, mert hogy nem pakoltam tele korábban ezt a szekrényt, úgyhogy most majd helyet kell teremtenem valahogy ezeknek a cuccoknak. És akik esetleg régebb óta jelen vannak az életemben, akár Instán, akár a tévés munkáim során, azok tudják, hogy gyakorlatilag én 2 éve költöztem ide, és akkor ugye Evelyn barátnőm segített berendezni ezt a lakást, és válogattuk ki a bútorokat és a holmikat. Nagyon tudatosan, következetesen, de én a szingli létre rendezkedtem be akkoriban, aztán hát ugye lett egy párkapcsolatom, aztán mi is éltünk együtt, aztán ugye most megtudjuk, hogy mi a helyzet. És hát ugye nem erre készültem még 1-2 évvel ezelőtt, úgyhogy gyakorlatilag erre a falra keresek most én egy óriási gardrószekrényt, illetve találtam is meg. Nem sokára jönnek apukám, még szereljük szét, ennek keresünk egy helyet, szerintem egyébként már megvan, és hát egy bajom van csak egyébként, én nagyon-nagyon könyvmániás vagyok, és vannak még nagyon régről, na ezt most meg fogom nektek mutatni, nem ezt, bár ezt is szeretem, de ezt már láthatátok korábban, ugye? Ez egyébként egy pelenkázó, aki nem tudja, hogy most mit mutogattam, a Pop Cute Design-tól kaptuk, és a gyakorlatban nem sokára alkalmazzuk. Szóval, hogy én nagyon-nagyon nagy könyvfanatikus vagyok, és amikor anyukámék rendezkedtek és szelektáltak otthon, akkor volt néhány régi típusú könyvecskéjük. Na jó, hát ezt így fogom nektek megmutatni. Tehát régi típusú könyvecskéjük. Új magyar lexikon, illetve még a magyar nyelv értelmező szótára. Hát sokaknak ajánlanám mostanában is egyébként, de hát ezek sajnos már némiképp a feledés homályába merültek. Szóval, hogy ezek azon túlmenően, hogy szerintem gyönyörű könyvek, nekem sokat jelentenek, mert én kicsiként, még a középiskolában, meg a gimnáziumban nagyon sokat ültem a könyvtárban, és imádtam kutatómunkát csinálni, és imádtam kis előadást csinálni. És nagyon sok könyvből otthon is, nekik rengeteg ilyen van még egyébként az ő lakásukban, mindig jegyzeteltem, meglapozgattam. Ezért van egyébként ott a sarokban, a túloldali szekrényben is rengeteg, mondjuk azok azért már Jókai kötetek, meg Shakespeare is van, Petőfitől is van 1-2 kötet, tehát eltettem, mert nekem rendkívüli módon tetszenek ezek a könyvek, tehát félig egy kicsit ilyen antikvitás is vagyok, de természetesen újakkal is mindig feltöltöm. Szóval, hogy ezeket ugye én mindenképpen meg fogom tartani, és ennek kell majd helyet keresnem. Én fel vagyok pörögve, hál' Istennek most sok energiám van, ezekkel foglalkozom, és hát nagyon készülök a kis csajszínak az érkezésére. Na, bele is fogok, úgyhogy mára ennyi. Sziasztok! Gyakorlatilag itt ülök a kupi tetején. Viszont a gardrób szekrényt, amit én ugye ide kitaláltam, ennek a könyves polcnak, vitrinnek a helyére,
azt csak 26-án tudom megvenni, mert hogy pillanatnyi készlethiány van, úgyhogy addig most nem rendeltünk meg néhány polcot, meg fiókot, amíg nincs hova tenni, majd egyben. Tehát addig végülis így fogok élni. Ami azért elég cifra annak tudatában, hogy a kis csajszi bármikor jöhet, de tényleg bármikor. Jó, én nyugodt vagyok, kicsit a környezetem szokott pánikot kelteni körülöttem, hogy úristen, bármi lehet, a front, meg a hideg, meg a meleg, meg a készen vagy, na mindegy, hagyjuk, már csak 4 nap, már csak 5 nap. Nagyon el vagyok fáradva, lehet, hogy ez nem volt annyira alaposan átgondolva, de eltűnt a szekrény, úgyhogy most már nincsen visszaút. Már sziasztok! Újabb nap. Most eltelt az utolsó felvételem óta néhány nap. Nem mondom, hogy a semmi tevéssel, hanem inkább az események viharában. Például, amit esetleg így láthattok, és néhányatoknak feltűnhet körülöttem, az az, hogy hát tennap fogtam magamat, és akkor itt a szobában a bútorokat és a rendelkezésemre álló teret igyekeztem kitölteni. Gyakorlatilag egy tükrözés történt itt a lakásban. Igen. Egyedül. Anyukának el nem mondjátok, szívinfarktus kapna, hogy mit tologatok én az utolsó héten bútorokat. Azt gondolom, hogy sokan elég erősek vagyunk ahhoz egy ilyen helyzetben, hogy nem az a lényeg, hogy másra utaljunk magunkat, és mástól váljunk függővé, hanem pont, hogy azt mondom a csajoknak és a barátnőimnek is ebben a helyzetben, hogy akik riogatnak, hogy jaj, úristen, nem lesz könnyű, és készül, és blablabla, hogy ezt mondom, és ez az én hitvallásom ebben a sztoriban, ez a helyzet, ezzel kell gazdálkodni, ebben kell megoldást találni, tehát nincs mese, nincs kérdés, tényleg úgy kell berendezkedni, hova tovább szerintem a tudatosság ebben a helyzetben nagyon sokat számít, és nagyon-nagyon sokat segít az embernek, hogy nem az van, hogy most így egyik ágyból a másikba fekszem, és kiszolgáltatom magam, és sajnáljatok, és nem tudom, hogy csak egy kismama vagyok, és akkor mindenki engem rajongjon körül, mert by the way egyedül vagyok, hanem pontosan az, hogy ez tudni kell, hogy a mi döntésünk, én akartam így, illetve nem én akartam így, ez hülye mondat a részemről, természetesen nem így akartam, így vállaltam, ebben kell megtalálni a saját magam boldogságát és lehetőségeit. Ami így a szülés előtt néhány nappal jelen állás szerint ugye a hivatalos kiírt dátumhoz képest, vagy legalábbis már a szülés várható hetén mondjuk így történik velem, és talán segítség lehet nektek, az, hogy nálam is jelentkezik most már a vizesedés jó pár napja, ami azt jelenti, hogy napok óta nagyon zsibbad a kezem, reggelente úgy kelek, hogy alig bírom behajlítani, egy picit így ki is akadnak az ujjaim, ami furcsa érzés. Sok energiám van, látjátok, tehát mocorgok össze-vissza, nem nehezebb, még annak ellenére se, hogy augusztus vége van, hogy frontok jönnek, mennek, hál' Istennek lehet, hogy ez az én szervezetem ennyire van jól bekötve, és szerencsés vagyok, de nem tudom, hogy ez mennyire egyedi esen. Nem vagyok fáradékonyabb, jól alszom. A kötelező éjszakai kijárkálás a mosdóba az jelentkezik, nálam 2-3-szor maximum egy éjszaka alatt. A lelki része az pedig úgy alakul, hogy türelmetlen vagyok, nagyon türelmetlen. Én amúgy nagyon higgadtan kezelem abból a szempontból a helyzetemet, hogy nincs kétségbeesés, nem idegeskedek, megint még mindig csak azt tudom mondani, hogy nincsenek kiugró hangulat ingadozásaim. A minap volt egy nagyon-nagyon rossz délelőttöm, érdekes módon sokat sírtam, ami szerintem egyfajta feszültséglevezetés is volt, még azt is vállalom, hogy lehetett benne némi nemű önsajnálat, mert persze, hogy az ember minél közelebb van a szüléshez, és elképzeli annak ideális állapotát, akkor azért benne van a pakliban, hogy tök jó lenne, hogyha csak így ide bújna hozzám valaki, ha megölelne, hogyha megsimogatna, ha megerősítene abban, hogy büszke rám, hogy tök ügyes vagyok, és hogy ezt együtt csináljuk végig.
És amúgy ez most még ilyenkor rólam szól, rólam, mint nőről. Tehát nem akarok belemenni más témába, én azt gondolom, hogy sok minden máskor felvetődhet majd egy apa kérdés, de ez most nem erről szól, ez most arról szól, hogy nekem köböl Anitának, mire lenne szükségem a lelkemnek. Jó reggelt, sziasztok! Hát bevallom őszintén, hogy ez nem annyira az én reggelem, nem tudom, hogy látjátok-e vagy sem. Nem is nyűgös vagyok, sokkal inkább rendkívül fáradt. De megyünk most megint egy CTG-re. Hát meglátjuk, hogy mit mond. Augusztus 28-a van, ami természetben és gyakorlatban egyúttal azt jelenti, hogy én elvileg mai napra vagyok kiírva. Hát, mint látjátok, mutatom. Nagyon egyben vagyunk még. Ilyenkor már ez azt jelenti egyébként, hogy két naponta jönnöm kell a kórházba, megvizsgálnak ultrahangon és CTG-n is, és mostantól válik izgalmassá a helyzet, mert doktor úr is mondta, hogy következő vizitnél, amikor már hozzáérkezem, akkor gyakorlatilag már a menetét fogjuk megbeszélni annak, hogyha a kis csajszín nem akar kibújni, akkor az hogyan és miképp néz ki. Ami nekem eszembe jutott, és pont a Judittal is beszéltük, ugye a drága kis szülésznőmmel, hogy na akkor most kell lelkileg arra rá fókuszálni, hogy az elengedésnek mennyire van fontos szerepe, és mondtam is neki, hogy igazából két napja pont ezen gondolkozom, hogy azért ez, hogy mi így együtt vagyunk, hogy így mi nagyon együtt voltunk, az, hogy mindenben számíthattam erre a kis csajszira, az nekem nagyon-nagyon sokat segített. És mondta, hogy valószínűleg az, hogy tehát az egyedülállóságból adódóan egy kicsit magasabb fokú lelki ragaszkodás lehet bennem, mint mondjuk más nőknél, akik ugye ott van a párjuk, és még nagyobb támogatást kapnak arra, hogy na akkor kint ezt együtt családként hogyan fogják megoldani. Persze nálunk is ugye a család szerepe jelen van, tehát egy anyukámra rámosolgott, és mondta, hogy tudja, hogy nem úgy vagyok egyedül, de hogy higgyem el, hogy ez nagyon-nagyon sokat számít. Ez még lehet esetleg egy jó tanács azoknak, akik hasonló helyzetben vannak, hogy az elengedésre rá kell fókuszálni, és én tényleg gondolkoztam ezen, hogy bármennyire is szeretném, azért egy picit persze, hogy tartok és félek is tőle, de nem, oké, hogy a szüléstől, de ez az egy dolog, hanem hogy azért az ember értelemszerűen gondolkozik azon, hogy jól fogom tudni csinálni, minden rendben lesz, pelenkázás. Hát tegnap is pakoláztam, és néztem a pelenkákat, hát mondom, lehet, hogy ezt gyakorolnom kéne, tudjátok, mindenre azt mondom, hogy jó egy kicsit előtte gyakorolni. Szóval, hogy vannak még dolgok, amiken én is kattogok, és addig, amíg ebben 100%-os bizonyosságot nem tapasztalok magamban, addig lehet, hogy én sokkal jobban ragaszkodom rá. De hát azt mondják, tudjátok, hogy bent nem maradhat. Hát nem is fog. Sziasztok! Hát az az igazság, hogy utunk lassan a végéhez közeledik. Én pedig készülök arra, hogy akkor összekészítem a bőröndömet és átszucolok a szüleimhez, hogy az első napokat ugye ott töltsem majd. Illetve most már azokat a napokat is, amiket a várakozással töltök el. Picit talán érzitek rajtam, hogy nem ugyanaz a vehemencia van rajta, mint amit megszokhattatok. Ennek pedig talán az az oka, hogy szerintem azáltal, hogy be vagyunk táplálva, és vagyunk kódolva ilyenkor egy célzott napra, mindannyian már előtte azzal kezdünk el foglalkozni, hogy na akkor azon a napon mi fog velünk történni, és amikor az, amit annyira várunk, nem történik meg, akkor az egy pici, hát talán bizonytalanságot és kétségbe, nem kétségbeesést, talán egy pici bizonytalanságot és kétséget ébreszt bennünk. Bennem elsősorban például azért, mert pont tegnap beszéltünk a szülésznőmmel arról a kórházban, és erre utalóan egyébként láthattatok is az Insta oldalamon például egy képet, hogy akkor kezdjek el fejben azzal foglalkozni, hogy elengedni ezt a kis csajt. De hogy mit jelent ez az elengedés valójában? Ez sokkal inkább egyfajta különválás, talán ez a jó szó erre, hogy mi most azért az elmúlt 9 hónapot ketten együtt nagyon keményen, nagyon ügyesen végigtoltuk úgy, hogy igazán semmi problémánk szerencsére nem volt, se nekem, se a kis csajszínak, és el kell kezdenem azzal foglalkoznom, hogy a fizikai leválást is megengedjem
neki és magamnak, és hogy készen álljak fejben, lélekben az utána következő időszakra. Úgyhogy most igazából ez már az elcsendesedés időszaka az én életemben is, és igyekszem magamat felkészíteni az úgymond különválásra, a születésre, a szülésre és az ő érkezésére. Úgyhogy most egy picit elcsendesedek, most egy picit magammal szeretnék foglalkozni. Ami a körülményeket illeti, arról mondjuk azt érdemes tudni, hogy frontot ígérnek, hogy jön a telihold, ugye ezt a két tényezőt is szokták mondani, hogy befolyásolhatja egy szülésnek a beindulását, úgyhogy még ezzel is számolok. És azért azt gondolom, hogy végtelenül hálás lehetek ennek a kis csajszínek, hogy az elmúlt 9 hónapot ennyire ügyesen és bizalomkeltően végig asszisztálta nekem mellettem. Tudtam dolgozni sokáig, tudtam foglalkozni magam dolgaival, tudtam felkészülni az ő érkezésére. Ne haragudjatok, hát azért most már én is tényleg sűrűbben meghatódok ennek a gondolatiságától, meg érzelem világától, és hogy mindig olyan büszke voltam egyébként rá is, hogy ennyire jól végigtoltuk ezt a várandóságot együtt. Tehát most az van, hogy el kell kezdenem. Szóval, hogy el kell kezdenem bízni nem csak magamban, hanem benne is, hogy ez a szülés, ez jó lesz, ez menni fog nekünk, és ugye tényleg nagyon nagyszerű élet vár ránk. Örömkönnyek is szerintem. Na, mindjárt gatyán varázom magam. Jaj. Szóval én ezekkel a csodálatos képekkel zárnám ezt a videót, ami az utolsó két hetemről szólt, az utolsó két hetünkről, hogy ott milyen események zajlottak velünk, és mi az, amit én is átéltem, akár a gyakorlatban, akár pedig ugye lélekben. Remélem, hogy tudtam valamennyit segíteni nektek, azoknak, akik ugye úgy vagytok itt velem, hogy ti is egyedül várjátok a kisbabátok érkezését, és hogy mindenkit szeretnék arról megnyugtatni, hogy azt tudjátok, hogy sose vagytok egyedül. Vagy a családotok biztos, hogy ott van mellettetek, vagy a barátaitok biztos, hogy ott vannak mellettetek, és hogyha másból nem, akkor kívánom mindenkinek, hogy ebből tudjatok nagyon-nagyon sok energiát és erőt meríteni, plusz saját magatokból, hiszen végigcsináltátok ezt a 9 hónapot, és még végig fogtok 90 évet is csinálni, és képesek vagytok rá, és a legfontosabb szerintem az, hogy higgyetek magatokban, mert ez a megrendíthetetlen hit volt nekem eddig is, ami nagyon sok erőt adott és kitartást, és abszolút azt gondolom, hogy ez a legjobb dolog, ami történhet velünk az életünkben, és biztos vagyok benne, hogy ezt a döntést, ezt soha senki nem fogja megbánni, ezt a döntést, ezt én sem fogom soha megbánni.